Műemléképületek, templomok, kastélyok és kúriák újultak meg uniós forrásból az elmúlt ciklusban, és jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is zajlanak kastélyfelújítások. Kállósemjénben a 20-as, 30-as éveket idézi majd a kállai kúria, amelyet eredeti állapotába állítanak vissza. A kállai család élete, története Kállósemjén település helytörténetének meghatározó része. Dr. Kállai Miklós egykori miniszterelnök családjának leszármazottai még ma is ápolják a kapcsolatot a helyiekkel. A kállai kúria Kállósemjén égköve, igazi időutazás lesz, ha felújítják az épületet, hiszen világa kórhű lesz. A 20-as, 30-as évekbe viszi majd vissza a látogatót. A kúriában megidézik majd, miként éltek az egykori főurak és családjaik. A korabeli hangulatot idézi majd egy kávézó, korabeli újságokkal, gramofonnal és zenékkel. Az épületet a műemlékvédelmi elveknek megfelelően újítják fel. A rekonstrukció a település turisztikai fejlesztésének központi eleme. A kúria helyi érték, amire a helyi termékek bemutatása is ráépül majd. A tervek szerint a múzeumi boltban helyi termékeket is be fognak mutatni. A felújított komplexum várhatóan 2016 elején fogadja első látogatóit. Kállósemjén polgármestere Berica László a vendégem, jó estét kívánok! Égköve lesz a településnek tehát ez a kúria. Ez valóban így van. Eddig is az volt, csak le kellett tisztítanunk, ismételten ki kell raknunk az emberek elé, hogy megismerjék ezt az értéket, ami nálunk van. Milyen beruházás ez a mostani beruházás, milyen támogatottságú beruházás, és milyen lesz majd az épület? Az előző beszélgető partneréhez csatlakozva, ez még az előző uniós ciklusnak a beruházása, tehát mi pontosan érezzük azt, hogy a hajrában vagyunk. Október végéig lesz kész maga a kúria, de ezt követően még azért elég sok papír engedélyek beszerzése várható, és tavasszal nyitunk. Remélhetőleg egy azon a tengelyen, amelyen szerepel a mi önkormányzatunk, a mi településünk, ez a Nyíregyháza Nyírbátori tengelyen egy kiemelkedő szerephez fog jutni. Turisztikai tengelyről beszélünk természetesen. Ugye azért készülnek el ezek a gyönyörű kastélyok, kúriák, hogy megmutassák a nagy közönségnek. Mit fognak tenni azért, hogy elegendő számú látogató is érkezzen, és megcsodálják, hogy hogyan szépült és épült föl a kállai család emléke? Nagyon sok turisztikai kiállításon veszünk részt, természetesen reklámozzuk a települést minden egyes fórumon, különböző közösségi rendezvényeken, a kor kívánalmainak megfelelő honlapot és egyéb dolgokat üzemeltetünk, erre vonatkozóan egy csapat állt fel, és ők remélhetőleg tudják, hogy mi a dolguk. Mi pedig szívvel, lélekkel minden nap azon dolgozunk, hogy az oda látogatók, azok jól érezzék magukat. Nagyon jól meglátták a lehetőséget abban, hogy egy ilyen helytörténeti műemlék nagyon jó lehet a helyi termékek promóciójának is, fogalmazok én így most azért, mert van erre konkrét tervük, hogy milyen múzeumi boltot fognak ott üzemeltetni, és hogy a helyi emberek és a helyi lakosok termékei megjelenhessenek ebben a múzeumban. Nagyon sok helyen az a probléma, hogy felújítanak valamilyen középületet, műemlék jellegű épületet, de nem találnak hozzá funkciót. Itt most van ötlet is erre. Így van, ez egy nagyon komplex beruházás. A helyi termékek megjelenítésével kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy most hétvégén volt a közfoglalkoztatásnak az első országos kiállítás, amelyen a településünk is részt vett, és pont a helyi termékek közfoglalkoztatási program keretein belül tudtunk megmutatkozni. Nagyon büszkék vagyunk erre. Ezt már több éve tudatosan készülünk arra, hogy az a bolt, ami ott majd elhelyezésre kerül, kialakításra kerül, az minél több helyi dolgot tudjon, vagy helyben előállított terméket tudjon befogadni, és hála Istennek a településen élő lakosok, gazdák, gazdálkodó emberek is partnerek ebben. Mi lesz kapható ebben a boltban? A lekvártól elkezdve a kerámiáig mindent, amit egy ajándékboltban meg lehet venni, azt mindenképpen, illetve nagyon büszkék vagyunk, mondom, a faipari tevékenységünkre, tehát nagyon sok rétű dolgok vannak.
Jöjjenek el, nézzék meg, vásároljanak. A településnek van más jellegű, turisztikai jellegű beruházása, illetve terve, ötlete is. Az egyik az, hogy könnyebben és jobban meg lehessen közelíteni Kállósemjént ezen a bizonyos turisztikai tengelyen, az, hogy a kerékpárutat tovább viszik. Ugye Kállósemjén és Nagy Kálló között már van kerékpárút. Mária Pocsot is beszeretnék kapcsolni, hogyan lehetséges ez? Ez mindenképpen ez már egy régi álmunk, most pedig aktuális, és hogy nyílnak az új uniós források, ezt mindenképpen szorgalmazzuk. A Mária úton vagyunk rajta, és a Mária út azon útvonal, ami a település belterületén keresztbe megy, az pontosan a kerékpár zarándokokat fogadja. Tapasztaljuk napi szinten, hogy zarándokok sokasága megy át a településen, és nem biztonságos, illetve a helyi lakosoknak sem biztonságos a kerékpározás. Szeretünk kerékpározni a faluban, elég hosszú a település. Milyen kilométeres, vagy hány kilométeres szakasz lesz ez belterületi? A belterületen összességében több mint 2,5 kilométer. No, más jellegű tervek, illetve beruházások is lesznek a kis településen. A településnek vannak intézményei, közoktatási intézményei is, óvodája. Az óvoda úgy látszik, hogy kicsi lett a településen, és hogy bővítésre szorul, vagy pedig egy új óvodát fognak építeni? Erőteljesen gondolkodunk rajta, hogy a jelenlegi óvoda, ami rendelkezésünkre áll, azon túlment az idő. Egy nagyon régi épületben kerültek elhelyezésre a gyermekek, és mindenképpen a kor kívánalmainak megfelelően szeretnénk egy megfelelő minőségű óvodát eléjük tárni. Hány férőhelyes lesz az intézmény? Egy 4 csoportos óvodát szeretnénk létrehozni. Emelkedik a gyermek létszám a településen? Mit tapasztalunk? Igen, tehát amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, hogy egy apály volt a demográfiai görbében, az most úgy néz ki, hogy valamelyes kilendült. A településnek jó az infrastruktúrája, ez elmondható, hiszen a közműhálózat kiépült, a szennyvíz beruházás az pedig egy újabb lehetőséget teremt a szolgáltatás színvonalának növelésére. Nagyon sok településen az elmúlt időszakban a szennyvíz beruházás több település összefogásával, gesztorságával megvalósult. Vannak még olyan térségek ezek szerint, ezt most egy kicsit kérdőjellel is mondom, ahol lemaradásban vagyunk infrastruktúrális szempontból. Kállósemjén hogyan fog neki ennek a beruházásnak? A településen már elég régóta van szennyvízhálózat, de a szennyvízhálózatban egy utolsó mérföldkő az kimaradt, ez pedig a szennyvíztelepnek a bővítése. A szennyvíztelepünk az elég kicsi, tehát nem tudja ellátni azt a feladatot, ami a hálózat ad számára, de szeretnénk bővíteni még egy olyan telepet, illetve hozzá kapcsolódó egyéb infrastruktúrát, de végátemelő tisztított szennyvízútvonal, ezek, amik benne vannak a projektben, remélhetőleg következő évben ennek is hozzá tudunk fogni. Köszönjük szépen, polgármester úr! Köszönöm szépen!